Na hát, sziasztok, én Alex vagyok, és ma itt lennék a 5 milliárd a tét második részével. Az előző videóban tanultam pár, megoldottam pár problémát. Először is, hogy halkolt a hangom, nem tudom most mennyire hangosabb, de szerintem hangosabb lesz. És eltöltöttem a subcountert, mert ugye OBS-sel vettem fel, és elfelejtettem teljesen, hogy ott maradt ugye a subcount, mert ugye azt használtam, amit a Lifehoz szoktam használni. Na mindegy, lényegtelen. Szóval sok pozitív kommentet kaptam az előző rész miatt, szóval gondoltam, akkor fog tetszeni nektek ez a sorozat, szóval álljunk is neki. Szóval az első dolog, amit fogunk ebben a részben csinálni, ugye előzőben összegyűjtöttünk lazán 130 ezer dollárt. Ugye meghaltunk, ami egy kicsit szégyen, de nem baj. Szóval azt fogjuk most csinálni, hogy veszünk kaját, ami itt a VAR piacon található egyébként. Igen, feljebb ment egy csomó mindenek az ára, azért, hogy milyen, ugye, mert ugye nagyon könnyű dolgokat szerezni, azaz pénzt. Ezért azért legyen már drágább a tárgyak, ugye, hogy normálisan lehessen játszani a szerveren, és ne ilyen izé tele legyen addolva, vagy hogy mondjam. Na, szóval, keressük a kaját. A kaja aztán itt lesz, itt hát. Na, nekem a steak az teljesen jó. Veszünk egy olyan 48-at, és akkor menjünk a pervarpadonba. Nem tudom, hogy hol voltunk előzőleg, szóval nem tudok oda visszamenni, szóval teleportálni fogunk. És akkor így még, és akkor mi mennyi maradt? Hát 5000-et elköltöttünk, az még semmi. Na, akkor itt fogunk most bányászni. Ugye, ahogy mondtam, bányászás közben fel lesz gyorsítva a játék. De kell bányásznunk, gyerekek, kell pénzt szereznünk, kell alapanyagot szereznünk. Hogy mind, ugye el kell tudjunk mindent kezdeni, ez nagyon fontos. Szóval azonnal, ugye, gyorsítva lesz nálatok a játék. Szóval azonnal majd visszajövök, úgymond, amikor abba hagytam a bányászást. Na, mindegy, akkor majd találkozunk. De ugye nem találok nagyon semmit, ahogy látjátok a gyorsított felvételben, persze amikor találtam valamit, akkor le lett lassítva, hát nagyon sokszor nem volt lelassítva, mert nem találtam szinte semmit. Szóval ez nagyon érdekes, így nézzétek meg, ások már fél órája, hatodik blokkon szoktam mindig ásni, és semmi, szóval semmit nem találok, annyira szerencsétlen vagyok olyan, hogy nem, nézzétek meg, megyek már itt fél órája, és semmi a világon. Szóval találtam 4 diát, az viszont tény. De most azzal mit kezdek, hogy most találtam 4 diát, azzal most semmire. Hát van valami jobb csákány viszont a piacon, úgymond. Hát én piacnak nevezem ezt is.
Nem. Kispórolták. Szóval senki nem rakott fel semmit. Ami csákány lenne persze, szóval ez tök jó így. De nem, nem tudok semmit, szóval az nem baj, hogy a gyémánt csákányom, mert van 4 gyémántom, de hát akkor is semmit nem találok azért. Előző részben mindent találtam. Lehet, hogy rossz helyen vagyok. Na most dzsungelben vagyok. Kb. Már 6 bájomban voltam, gyerekek, 6 bájomban. Amióta ásom ezt az egészet, Jézusom. Ja, szóval eléggé durva, hogy semmit nem találok az égvilágon. Szerintem azt fogom csinálni, hogy fogom meg a telkekkel, és összeakadok egy alap bunkert, mert látjátok, hogy kell, azért kell majd bunker, mert nem, teljesen semmit nem találok. Szóval, igen. Vadonban azért nem akarok még bunkert csinálni, mert még nincs, berakunk majd egy új levédős plugint, ami sokkal jobb. Csak azt még tesztelni kell meg ilyesmi, szóval ebben a részben biztos, hogy nem fogunk levédeni semmit a vadonba. Azért lesz egy sima telkem, ugye. Szóval szerintem még egy párat ások és akkor vége. Sőt, most szerintem már vége lesz. Per spawn. Nem találtunk túl sok mindent így őszintén. Elég kár, pedig azért akartam volna találni pár dolgot, ami ennyi pénzt szereztünk össze. 40 ezeret, nem? Mert a 40 ezeret összeszedtünk. Ami azért annyira nem rossz, de hát akkor is többet össze tudtunk volna szedni. Nem voltunk annyira milyen szerencsések, mint az előző részben. Na, viszont lehet fát vágni, vagy venni, mert lehet akkor veszek. Sőt, veszek is. Ugye nem eladni akarom, hanem venni. Szóval veszek egy párat, annyira sok pénzt nem elköltöttem egy párat, egy 20 ezeret, nem baj. 20 ezeret visszaszerzünk pikpak. Mennyire tudjuk ezt eladni? 16 az 500, hát az nem annyira jövő meg, inkább felhasználom. Azt inkább felhasználom. Na jó, per P autó. Itt is vagyunk egy terken, olyan terek kéne nekünk, aha tökéletes, itt van körülöttünk egy csomó minden. Azért ezt inkább lemondom. Disposal, jól tudom? Ja, P-confirm. Jó, ezt inkább lemondom, és megyek egy olyanra, ahol senki nincsen, mert én szeretek így egyedül lenni. Akármilyen viccesen hangzik. Mert legalább akkor az lesz jó, hogy így senki nem fog bezavarni, ugye lesz egy nagyon nagy területem. Mert ugye össze lehet kötni telkeket, aki nem tudná. Persze, egyenleg csak egy telket tudok lefoglalni, ha jól tudom, mert hát játékosként mennyit lehetne, azért mondom. Na. Akkor. Megcsináljuk itt az alap dolgokat, és azonnal visszajövök. Na, vissza is jöttem. Felhúztam egy alap házat. Még nincsen persze kész, szóval ne nézzétek, ez még nem a teljes verzió. Ez még alakulni fog, ugye ezt is például lejjebb fogom vinni. Na, ablakok nincsenek még, de megmutatom körülbelül, hogy gondoltam ezt a házat. Szóval itt hátul lenne egy kis kert majd, hogy ott meg kellett vennem az ultrát, ahogy látjátok, hogy tudjak még egy telket összeköttetni, mert ez már túl kicsi volt, szóval kell ide még egy telek, de majd oda hátra is kell majd kettő, szóval úgy is kell rangot vennem. Na mindegy, a King az már 4-et tud, szóval arra kéne összespórolni. Vagy a tarom, nem tudom. Na, az a lényeg, hogy a alapház az valamennyire megvan ablakok nélkül, és lesz, itt lesznek a chestek lent majd. De nem tudom meg befejezni ezt a annyira ezt a házat, nincs elég fám meg alapanyagom, szóval egyenlőre így fog maradni ez az egész. Eddig beviszem a dolgokat persze. Ne legyen item törlés, kérlek. Nem lenne most ez jó nekem. Nagyon nem lenne jó. Szóval, ez lesz ugye a főbejárat persze. Szóval, ezeket mind berakjuk. Így, na. És akkor azokat még felveszik ott. Mert én olyan vagyok, hogy nem pazarlok, és mindent inkább megtartok, mert nem tudom, why not. Miért ne? Na, kemence, mert ide. Nem, az fény néz ki. Akkor lesz majd kettő kemence. Itt. És felette még egy, amit gyorsan csinálok is. Vagy sőt, legyen három.
Jó, több van. Na. És akkor chestek, ugye itt lesz egy ilyen a chest. Egy elég nos jelenleg nekünk. Na. Szóval. Úgy gondoltam, hogy még amit csinálhatnánk a részben, nyithatnánk pár ládát a spawnon. Amúgy már van egy kicsi élet a szerveren. Ja, aki nem tudná, 5 lesz. Szóval igen, van egy kicsi élet. Nem tudom, mindig ilyenkor veszem fel a videóimat, nem tudom, milyenkor tudok normálisan beszélni. Meg hangulatom van hozzá igazából. Szóval... itt 10 ládát, gyerekek. Na nézzük! 10 ládából mit fogunk összeszedni? Egy kicsit hangos a játék, bocsánat. Hát majdnem. Na! Mennyi kés volt ott, baszki? Halljátok? Jó, ez jó jött, ez jó jött. Az már valamennyi tér is. Így, pont elment mellette. Na, 10-ből bead egy kést? És nem adott be, gyerekek, pedig nagyon közel volt. Az nagyon közel volt. Az nagyon közel volt. Mi ez a sok kék? Mi ez a sok kék, gyerekek? Na. Valamelyiket adjad be? És nem adja be semmelyiket, hát én kékek. Ejjj, hát ez nagyon nem jó, ez nagyon nem jó. Ez, de, na ez viszont jó. És lejjebb veszem a hangot egy kicsit a játékba. Na, így már kicsikét jobb, de még minden a legjobb. Negev, nagyon jó, nagyon jó. Na még egyet. Gyerünk, nem a... Úgy utálom, amikor egyre elmegy. Nagyon utálom. Szerintem mindenki utálja. De tényleg, szóval annál nincsen rosszam. Na jó, gyerekek, még egy 10 ládát nyitunk. Igen, már nincs pénzem, annyit elköltöttem. Na, álljátok, 9, 10. Na. Na jó, akkor még ezt, meg még ezt, meg még ezt, meg még ezt, meg még ezt. Na. És még van mondtunk 2, és mennyire van most jelenleg? 7000, na gyerekek. Lett 170-ből 6000-ünk, ugye főleg a rang miatt. Meg sok fát is kellett vennem, szóval. Mindegy, vissza fogjuk szerezni, szóval én... Nem, nekem nem gáz most, hogy elvesztettem úgymond ennyi pénzt. Vissza fogjuk szerezni. Na. Gyerünk. És ott volt megint kés, de nem kaptuk meg. Hát játék, azt miért adná oda? És ez még mindig úgy érzem hangos, szóval ezt átállítjuk. Sőt, mindegyiket csak le... Jó, így már jobb, így már jobb, így már... Könnyebb beszélnem nekem, meg szerintem jobb így a hangom. Na. Még van 4. Na, kés. Nekem piros is jó, szóval nem kell kés. Kés az nem kell. Legyen piros. Na. Jó. Minek az a kés? Hát hülye vagy. Hát piros az jobb. Na. Adjál pirosat. Jó, ez is megteszi, de piros az még jobban megtenni. Piros, esetleg nem szeret a játékunkat, nem. Na. Hát jó van, akkor ne adjál. Na mindegy. Akkor így. Így és így. És akkor így lett. 22 leszünk. Jó. Ugye ezen van nálam szerencse most. Szóval... Van. Jó? Adjál, légy szíves játék. Légy szíves, adjál valami jót. Egy piros is visszahozza az egésznek az árát. Csak adjál valami jót, légy szíves. Nagyon örülnék játékra, de... Ott van, gyerekek. Ott a piros, ami kellett nekünk. Ott van. Ott van, geci. Ott van. Na jó. Jó. Akkor ez most nem visszahozta az árát. Én úgy érzem. Mondjuk 25 000 csak. Hát akkor nem hozta vissza az árát. Akkor azt hittem drágább azért. Én úgy tudtam, hogy drágább. De nem drágább. Ezek 30 000. Na jó, gyerekek. Akkor megyünk a breakout-tal. A breakout úgy érzem jobban szeret minket, és több pirosat fog bedobni. Hát a breakout ugye úgy ott áll minket, mint a másik. Jó lenne, nagyon jó lenne, ha valamit ad ezekből. Na, 5-ből mit ad? Mindig kék? Ott van, ott a pink, ugye? Pink, igen.
Jó az, jobb mint a kék, sokkal jobb mint a kék, én örülök neki. Na, valami jó, hát ez nem jó. Na, akkor legyen ez, így, és eladtuk az összeset, és hát 50 ezer meglett, az ilyen nullából kb. Szóval annyira nem vagyunk gázak, még kettőt nyitok, hármat, jó, bocs. Mert már így is az a baj, hosszú lett a videó azért. De nem baj, megérdemlitek, tudjátok, mint az előző részben a kommentek alapján nagyon megérdemlitek, hogy egy kicsit hosszabb legyen a videó. Inkább live lesz, azt akarok jövőben live-ot. Csak hát az éjjel ötkor, vagy reggel ötkor, nem tudom, hogy mondják. Nem hinném, hogy akár kinéznél. Legalábbis aki persze, se fent van négy ember, na mindegy. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Nyomjatok egy lájkot, hogy lássam, hogy mennyire akarjátok a sorozatot. Iratkozzatok fel, nyomjátok be a csengőt, mert ha minden igaz, a következő már live lesz, a következő rész, ugye? És igen, na, akkor találkozunk majd a jövőben. Sziasztok! So now, let them steal your life.